Erdélyből Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye 32 települése, Magyarországról pedig 12 település, köztük többek között Szabolcs, Napkor, Baktalórendháza, Laskod és Kisváda alkotja a Szent László örökségutat. A Szent László úthoz egy kiállítás is kapcsolódik, amely a hálózat településein található örökségeket mutatja be. Ez a vándortárlat most Nyíregyházára érkezett. A projekt megfogalmazásakor egy olyan emblematikus történelmi személyiséget választottunk a projekt zászlóvivőjéből, tehát ezt a globális király esetében azt gondolom mondhatjuk nyugodtan, hogy ő viszi a zászlót immár 1000 év távlatából is, aminek a célja ennél azért sokkal összetettebb. Tehát azt a szakmai közvéleményt akartuk összefogni, azt a szakmai munkát akartuk segíteni, amely a magyar múlt ébrentartásában, a magyar épített örökség ébrentartásában nap mint nap dolgozik Székelyföldtől Budapestig. Hálózatot akartunk szervezni a projekt eredményeképpen, azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyek megvannak az egyes kutató műhelyek között, szorosabbra fűzni. A projekthez jelenleg 44 település tartozik, a jövőben még 4-jel szeretnék ezt kiegészíteni. Ennek köszönhetően olyan települések is újra kapcsolatba kerülhetnek, amelyeket korábban elválasztott a történelem. Az 50 millió forintos projekt a Hieroteosz Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat közös pályázata. A magyar kormánynak kiemelt célja a határon túli magyarokkal való kapcsolatunk ápolása, amelyre az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program révén is lehetőséget biztosítunk. Az operatív program keretében hazai és uniós források segítségével megvalósuló EFOP 5.2.2-17 a transznacionális együttműködések felhívás célja a kölcsönös tanulásnak, az információcserének, a jó gyakorlatok megosztásának, illetve az emberek, szervezetek összekapcsolásának támogatása, a határon túli magyarságot érintő események, programok megvalósításán keresztül. Ezen pályázati felhívás keretében valósul meg az Örökség, ami összeköt, Szent László emlékezete Közép-Európában című projekt is, amely Szent László királyunk emléke köré épülő közös identitáson és közös hagyományon alapul, és amely az anyaországi és a határon túli magyarok közötti kapcsolatápolását célozza. Szent László király nevéhez sok csoda és legenda kapcsolódik, emlékei összekötik a Kárpát-medencét, emelte ki beszédében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen emlékeink vannak a múltból. Büszkék vagyunk ezeknek az emlékeknek a tárgyasult formájára, és természetesen büszkék vagyunk őseinknek a cselekedeteire egyaránt. És ahhoz, hogy ezek az emlékek ne csak emlékek maradjanak, ahhoz nekünk nagyon sok feladatunk és tennivalónk van. Szeretnénk, hogy ezek a múltbéli történések, ezek a múltbéli eredmények ne csak emlékként, hanem emlékezetként legyenek meg. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk és a mindenkori magyaroknak feladatuk az, hogy megfelelő módon, megfelelő méltósággal emlékezzünk őseinkre, őseink munkájára. Szent László uralkodása alatt biztosította az ország egységét, püspökség és apátság alapításával megerősítette az egyházat, a magyar uralkodói eszmény egyik legtökéletesebb megtestesítője, hangzott el a vándor kiállítás megnyitóján.